A műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Jó napot kívánok! Nemrég ért véget a paraúszó Európa bajnokság, ahol egy arany, 3 ezüst és 10 bronzéremmel zártunk. Ma a válogatott egyik tagját, Adámi Zsanettet ismerjük meg. De nézzük, kikkel is készültünk még önöknek. Csonka András a kínai paralimpiai bajnok legyőzése óta sokkal nagyobb önbizalommal áll asztalhoz, mindent a riói érem megszerzésének rendel alá. Adámi Zsanettnek hatalmas kitartása van. A 4-szeres világcsúcstartó 2-szer már lemaradt a paralimpiáról, ám most egészen biztosan ott lesz Rióban. Lengyel Zsófia valójában trióban triatlonozik. Az összhang és a kölcsönös bizalom az egyik fő erényük. Németh Roland gyerekkori barátját hívta segítségül, hogy visszatérjen a teniszpályára, ám immár kerekesszékben. A pekingi és a londoni paralimpián is 5. lett az asztali teniszező Csonka András. Évek óta folyamatosan a világ élvonalában van. A munkában hisz, így végtelenül elszántan dolgozik. Célja, hogy Rióból egy éremmel térhessen haza. 1999-ben a nyáron megtaláltam testvéremnek a megyebajnoki érmét, és a szobájába, és akkor magamba jött az ötlet, hogy én szeretném ezt elérni. Aztán azon a nyáron lementünk a testvéremmel és a barátaival a házaik lévő korosztalra forgózni, és akkor ott egész jól ment, és akkor úgy megtetszett, és ahogy jött a iskola, akkor szeptembertől én is elkezdtem járni edzésre, és akkor így folytatódott az egész karrier, vagy pályafutás. Mivel ugye a jobb oldalam gyengébb, szóval azt ugye sokkal jobban kell arra hangsúlyt helyezni, hogy ugye azt is fejlesztjük, hogy közel kiegyenítsük a két oldalt. Ugye a bal oldalon még egy-két évvel ezelőtt sokkal nagyobb izomtömeg volt, és ezáltal ugye a gerincoszlop ugye eldeformálódhat, ami ugye összenyomhatja a csigolyákat. Későbbiekben is esetleg lehet sérülés, vagy ugye, hogyha műtétés esetleg szükséges, és ezért sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztünk mondjuk arra, hogy ugye koordinációs balansz gyakorlatokat csináljunk. Ugye a japában is, ugye, mivel ugye a pingpong az ilyen láb kell hozzá nagyon, ezért ugye nagyon sok, a japában van nagyon sok koordinációs balanszos gyakorlatot csinálok, illetve ugye a jobb oldalon a feszültestemnél is figyeljünk arra, hogy közel kiegyenlítsük a két oldalt. Persze a felső testem nekem sokkal nehezebb, mert ugye a bal kezem sokkal erősebb, illetve ugye az sokkal többet használom. De a bal lábnál például már nagyon rengeteget fejlődött, és ott már csak fél kiló van a két oldal között. A kínaiak ellen a legnehezebb játszani, mivel évente csupán egy-két versenyen szerepelnek, vagyis nem adnak sok esélyt ahhoz, hogy kiismerhetőek legyenek, ám őket még valami más is segíti. Plusz nekik nagyon speciális szoftjuk, amit csak ők használnak, és azt Kínába gyártják, egy kínai cég, és azt csak ők kapják, csak hogy nagyon ilyen bennfenteseknek, mondjuk a legjobb edzők Európában kapnak belőle egy-kettőt, hogy tudjanak sokkal beszélni, hogy az európaiak néha érezzék. Meg az sokkal másabb szoft, és ugye az európai játékos nincs hozzászokó. Szóval épp ezért, hogyha mondjuk egy magyar évversenyző, ugye ritkán találkozik kínaiból, és hát ugye nagyon kicsi az esély, hogy megverje, mert nem is érzi azt a szoftot igazából, az külön tudni kell, hogy fejbe, hogy másfélszeres nyesés van, vagy másfélszeres volt van a labdában. Tavaly viszont András begyűjtötte a legnagyobb skalpot, ugyanis megverte a kínai paralimpiai bajnokot is. Ez volt a legnagyobb mérföldkő, hiszen óriási önbizalmat adott, illetve egy olyan, hogy őket is meg lehet venni. Szóval ez egy kicsit úgy átbillentette a fejembe ugye a mérleget, és tényleg most már sokkal másképp állok oda, amikor velük játszok. Szóval sokkal több önbizalom, sokkal magabiztosabb vagyok. Meg úgy persze a többi versenyzővel szemben is, hogy azért én legyőztem a kínaiakat. Persze jó, mondjuk ezt vissza is üt, meg ugye, hogyha valaki megveri a kínaiakat, utána a következő versenyen pont téged akar mindenki megvenni, szóval ez nagyon érdekes. Mint például Roger Federer is mondta, hogy sokkal nehezebb megvédeni a világ elsősége címet, mint mondjuk, hogy azt elérni. Mert utána mindenki téged akar megvenni, és ugye rád 120%-on koncentrálnak, hogy megverjenek.
most már azért jó az önbizalmam, ugye a szorgalom, a maximalizmus, meg az, hogy ahogy mondják a többiek, hogy itt profi módon próbálom csinálni a dolgokat, szóval az, hogy külön ugye kondi minden nap, nem hagyom ki, akkor mentálisan táplálkozásra odafigyelek, egy sportolnak az életetének, az nagyon összetett, és ugye mindenre szinte oda kell figyelni, nem egyébként, hogy odállt az asztalhoz, és akkor pingpongozol napi két és fél órát, hanem mellette még ezek a kis dolgok is rengeteget, sőt, ezek számítanak a legtöbbet. Már teljesen tudatosan és célirányosan építi karrierjét. A mentális felkészítést is napi szinten végzi. Hát van egy speciális eszköz, és annak föl van véve az egyik meccsem, és azt játszom le a fülembe, körülbelül még vannak ilyen speciális hatások. Zajok benne vannak, a pingpong, úgymond a labda, a közönségnek az aja, de ezt is próbálom kiszűrni azért, hogy mentálisan, hogy azt elképzelni, hogy csak én az edző, és csak az a kis lék, ami nekem a legfontosabb. Az élet téged tud kárpótolni valahol azért, mert hogy sérültnek születtél? Szerintem tud pótolni, hiszen nekem szinte a világon mindenhol van ismerősöm, San Diego-tól Ausztráliáig, és tényleg bármikor mehetek bárhová, csak egy e-mailbe kerül. Szerintem ez olyan kiváltság, amit nehéz pótolni, hiszen azért nem minden nap lehet eljutni, csak így. A pekingi és a londoni paralimpián is az ötödik helyig jutott, ám most Rióban ennél többre vágyik, joggal. Most ez a felkészülési periódus, mert szerintem ez volt a legjobb, úgymond ez a legjobb, és szerintem itt most már sokkal több ki fog jönni belőle. Így úgy gondolom, hogy most már legalább a négy közé majd be tudok jutni. És utána meg minden lehet, meg utána már azért mindenki beoltna a kis remegés, otthon tényleg az úristen egy olimpia. És szerintem ott már azért jobban tudok szeretni. Én úgy gondolom, hogy a mostani felkészülésre, a mostani állapota négy közé az reális célba jutni. És utána egy érem, az szerintem az is el lehet érni, és úgy gondolom, hogy ahhoz tényleg a legjobbat kell nyújtanom, ugye, hogy mondjuk egy éremre odaérek. A pekingi paralimpiára már 13 évesen, a londoni paralimpiára 17 évesen szerzett kvótát, ám mégsem képviselhette egyik ötkarikás játékon sem az országot. Jelenleg élete egyik legnagyobb lehetősége előtt áll, ugyanis eredményeivel bizonyította, ott a helye Rióban. A kitartás szerintem nagyon fontos, és az alázat egy sportolónál. Hogyha igazán jó sportoló, akkor ezeket az erényeket szerintem képviseli egy ember. És hát az alázat az számomra, tehát azt megtanították és megvan, és remélem, hogy látszik. A kitartásommal vannak ki problémák néha, de a kitartás az nagyon-nagyon nehéz. Erőt azt honnan? Azt honnan merítkezel? Kiből? Miből? Hát legfőképp a családból. Nekem ők nagyon sokat tudnak segíteni, mind akár fizikálisan is, ugye, mind mentálisan, és hát nélkülük azért szerintem nem lennék ilyen szinten. Milyen neveltetést kaptál? Hát én egy elég érdekes neveltetést kaptam. Engem örökbe fogadtak 4 hónaposan, és főképp az volt a céljuk szerintem anyáiknak, hogy a nyitottság és a pozitív vidám hozzáállás mindenhez. Tehát, hogy ne legyek előítéletes, büszkén mondom, és remélem ők is nagyon büszkék rám, hogy ezt így sikerült elérni. Hogyha stresszes vagyok, akkor szeretek úszni, hiszen bele tudok ordítani a vízbe, hogyha valami problémám van, úgymond. Mondjuk nem úgy sikerül az edzés, akkor le tudok merülni, vagy mondjuk ha sírok valami miatt, akkor azt nem látja senki, mert hogy ugye a vízcsöpek eltakarják a környeket, úgymond, úgyhogy a közegét nagyon szeretem. És ezt máshol nem lehet kiadni? Igazából próbáltam még a lovaglást, ugye a ló az egy olyan állat, amire azt mondják, hogy átérzi mindazt, amit te, és hogy át tudsz vele azonosulni. Úgyhogy egy fél évig ezt éreztem is, és érezhettem, viszont akkor úgy döntöttem, hogy maradok az úszásnál, hiszen a lónál ugye bármi problémám esett, és akkor az úszásnak ugye búcsút mondhattam volna. Úgyhogy jelenleg nem kapom meg ezt máshol.
az elején csak hátúszni tudtam, mert ugye a mellúszásnál nagyon kell a derékizom, illetve a karizomnak is más munkái, tehát más izmokat mozgat meg, és nekem ugye nagyon korlátozott volt még régebben a mozgásképességem. Majd olyan 6-7 éve kezdtem el mellenúszni, és utána egy évre rá gyorsan is, amivel sok problémám volt, hiszen ugye az én derekam azért nem bírta úgy a kiképzés, mivel nem tanultam meg ugye járni, és az ülés mellett annyira nem erősek ugye az izmok, úgyhogy arra külön erősítést végeztem, és akkor 150 vegyest is így tudok most már úszni. A pillangó az nem megy, de nem is bánom. Úgy hallom, hogy eléggé nem a kedvence senkinek, úgyhogy hát már gyors így alakult. Hihetetlen kitartásának és maximalizmusának köszönhetően 3 évvel ezelőtt 150 méteres vegyesúszásban világcsúcsot úszott. Azóta pedig még 3-szor. Ezért ezt így felfogni nehéz az elején, tehát amikor az első világcsúcs volt, akkor Sheffieldben voltam, és édesapukám kísérte el, illetve a csapat, de ők már hazamentek. Ott teljesen egyértelmű volt, hogy világcsúcsot fogok úszni, tehát még hogyha bemelegítettem volna, az is világcsúcs lett volna, mert hogy annyival jobbat tudtam. Viszont a mostani az országos bajnokságon azért ott már kellett küzdenem. De én mindig is szeretem a kihívásokat, és az, hogy bekerüljek egy bizonyos 5 perc alá, az egy ilyen hatalmas álmom volt, és az, hogy 4 másodperccel kerültem, az meg egy katarzis, tehát becsaptam, és így nem hittem el, hogy ez most így sikerült. Úgyhogy nagyon örültünk neki. Mi az, ami visz téged előre, hogy minden nap ugyanúgy felkelek, ugyanúgy beleugrok? Hogy anya nem lenne ott reggel is keltene a telefon mellett, mert ugye a telefont kinyomom, tehát akár 20-szor is kinyomom. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ő így csinálja, és nem érdekli, hogy mit találok ki. Mert azért régen, most már nem, de régen nagyon sok volt az, hogy akkor most fáj a fejem, most a hasam fáj, most ez nem jó. Úgyhogy azért eléggé linkúszó voltam az elején, de most azért Rio miatt én nagyon akarom azt, hogy én ott legyek, azért egy jó helyen a döntőben, és ez nagyon motivál. Eddig 2-szer maradt le a paralimpiáról, először Pekingről. 14 éves voltam. Sírtam, persze, nem tetszett, de ott nem fogtam még fel tulajdonképpen, hogy mi egy olimpia, paralimpia az esetemben. És azt nem is bánom, hiszen annyira fiatal voltam, hogy ezt úgy nem lehet tényleg. Ezért is nem vittek ki. A londoni az nagyon, tehát ott azért tényleg abba hagytam fél évre. És abból felelni, és most kijutni, tehát hogy annak is megvolt az oka, biztos, és hogyha lehet, hogy akkor kijutok, akkor ugyanis bízom magam, hogy de jó vagyok, így meg azért könnyebb, hogy úgy tudtam odaállni, hogy tudom, hogy ez a munka mennyi, és hogy mennyit ér. Most szabadkártyája révén biztosan ott lesz Rióban. Én nagyon realista vagyok, tehát ez a neveltetésem is még pluszban, hogy nem úgy állítottak oda a világnak, hogy majd én megváltam a világot, hanem realistán váltom meg a világot, más nem. Úgyhogy döntő 6. helynek tudnék kerülni, azt úgy az egy jó eredmény lenne. Mellen csak egy sima jó eredmény, tehát nem is biztos, hogy döntős leszek, hiszen ott egy kategóriával feljebb úszom, és 57-től meg 7.-8., ami reális. A tél folyamán még guide-ot, vezetőt keresett maga mellé a paratriatlonista Lengyel Zsófia. A tavasz azonban nem csak egy új társat hozott neki, hanem új edzőt és új klubot is. Így most már Székesfehérváron készülhet Rióra. Kaptam egy visszautasíthatatlan meghívást a polgármester úrtól, illetve a várostól, hogy jöjjek ide nem csak mint sportoló, mint paralimpiára készülő ember, hanem mint civil ember is munkavállaló. És ennek köszönhetően én már itt élek Székesfehérváron, itt dolgozom a polgármesteri hivatalban, műsorvezetőként, a város rendezvényein, illetve jelenleg itt készülök az Alba Triathlon Egyesületben a paralimpiára. Egy jótékonysági estén Miklós Erika operaénekes és kiváló szabadidős sportoló közbenjárásával találkoztam Zsófival, és nagyon szimpatikusan volt Zsófia élete, hozzáállása a sporthoz, a munkához, és a Székesfehérváron nagyon fontos a sport.
fontos az integráció, és igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, amellyel a kettőt tudjuk ötvözni. Tóth Zsófi volt az, aki végül jelentkezett a felhívásra, amikor mi elkezdtünk nekem guide-ot, segítőt keresni. Nagyon jól működik a duónk, mind a ketten tudjuk, hogy hol a helyünk, mind a ketten tudjuk, hogy ez egy csapatmunka, ahol ketten vagyunk és egymásért vagyunk, mert ebben az esetben a Zsófi sem tudna nélkülem menni, én meg végképp nem tudnék ő nélkülem menni. Szerintem nagyon gyorsan és jól ment az egész összeszokás, és azt gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz majd ez az összekötve úszás, összekötve futás, de abszolút jól teljesíthető. Szerintem az a legfontosabb ebben, hogy meglegyen a kölcsönös bizalom egymásban, főleg a Zsófinak az, hogy ő nem lát, és akkor, hogy amikor én mondom neki, hogy merre megyünk, meg hogy megyünk, akkor bízom benne. Mi úgy készülünk, hogy az olimpia az nem mindennapi beszédtéma, megvan a fókusz, tudjuk, hogy mit, miért kell csinálunk, vannak bizonyos edzés, teljesítmény adatok, amiket el kell érni, de nem stresszelem sem a versenyzőket, sem magamat azzal, hogy hú, most olimpia, hanem minden olyan kis, apró nüansznyi dolgot, ami versenyen előjöhet, a futással, a kerékpárra váltás, a depózás, a jó váltások, a kiállások, stb. Ezeket gyakoroljuk, hogy ez meglegyen, csukott szemmel is képesek legyenek végre hajtani mind a ketten, és erre építjük rá a fizikai teljesítményt, és ha ez össze van csiszolva, akkor ezt most több triatlon versenyen is, ugyanilyen sprintávú triatlon versenyen fogjuk gyakorolni. Nagyon jó kifejezés az ránk, hogy trió, pont Johnny az edzőnk szokta használni ezt, hogy a mi kis triónk, sőt konkrétan van csatakiáltásunk is ennek a kis triónak. Úgy gondolom, hogy még benne vagyunk az ismerkedési fázisban, de hihetetlen nagy kalandokat éltünk már át most együtt, nem is beszélve a szakmai háttérről és a szakmai fejlődésről, és nem pont ennek a kettőnek az összhangja az, ami különlegessé teszi szerintem ezt a triót, hogy amikor dolgozunk, edzés van, akkor szigorú munka van, akkor nincs nevetgélés, nincs poénkodás, akkor a munkára figyelünk. Ha pedig mondjuk utazunk egyik versenyről a másikra, és van időnk az autóban bárhol, akkor pedig mint barátok, mint nagyon jó ismerősök, akik egymással meg tudnak beszélni mindent, akkor pedig úgy tudunk működni, és ez a kettő tud működni együtt. Amikor egyedül csinálod, akkor csak magadért csinálod, így meg, hogy ketten vagyunk, olyan, mintha egy csapat lennénk, és így tényleg tudok arra is gondolni, hogy ez nem csak magam miatt kell, hanem arra, hogy a Zsófinak is jó legyen, és hogy együtt, mindketten sikereket érjünk el. Talán az egyik legjobban a kerékpáros eredményeinken látszik a változás. Most jutottunk el odáig az elmúlt 4 éves triatlonozásom alatt, hogy profi szinten tudunk kiállni a kerékpáron, tandembiciklin, hogy aki kicsit belelát a szakmai részébe, az tudja, hogy egy tandembiciklin szinkronba kiállni és kiállva a nyerekből tekerni, az hatalmas összhangot, illetve technikai tudást igényel. Hiába van a legjobb táplálékkiegészítő, hiába van a legjobb fizikai felkészítés, ha a versenyző elkezd izgulni, ha túl izgulja, vagy éppen alul motivált, akkor bármit tehet, az a verseny már nem fog összejönni. Mivel ő nem lát, ezért nem tudok neki vizuális instrukciókat adni, ezért nekem mindig el kell mondanom mindent, és az edzés előtti, közben és az utáni beszélgetéseink, vagy a hétköznapi beszélgetéseinket is irányítom afelé, hogy mi az a megfelelő hozzáállás, amiben neki változtatni kell. Én 25 évet triatlonozom, de azért sok mindent megéltem már, jót és rosszat is, tudom, hogy melyik út nem járható, ezért arra nem fogom terelni. Hát az olimpia az egy nagyon, nagyon nagy lehetőség, és nagyon, nagyon örülnék, hogyha kijutnánk, és baromira igyekszünk, és edzünk, és minden, úgyhogy jó lenne, hogyha meg tudnánk szerezni a kvótákat, és sikerülne. Nekem jelenleg mindent jelent a paralimpia, ez egy kitűzött célom volt, hogy én a paralimpiára kijuthassak, és paralimpikon lehessek, vagy paralimpiai bajnok. Nagyon szeretném, hogyha ez sikerülne, ebbe belefektettem mindent az elmúlt 4 évben, illetve előtte is igyekeztem atlétikában, de az egy másik szakasza volt az életemnek.
Úgyhogy mindent jelentene. Úgy gondolom, hogy Magyarországon jelenleg, hogyha valaki paralimpikonként tudja tovább élni az életét, az egy plusz dolog, és utána azzal a titulussal, hogy paralimpikon, még jobban fogom tudni talán ezt a szemléletformáló munkát végezni, amit szeretnék a jövőben. Németh Roland 6 éves kora óta teniszezik. Profi pályafutása sajnos egy motorbaleset miatt nem tudott kibontakozni. Ám kerekesszékben is ütőt ragadott, és álma, hogy egyszer egy paralimpián szerepelhessen. Hat évesen kezdtem el teniszezni, a szüleimnek a nem nyomására, csak úgy hangulatára. Elkezdtek járni egy oktatóhoz, és megtetszett nekem maga a tenisz, mint sport. Kisebb-nagyobb sikerekkel sikerült ezt a korábbi pályafutásomat így végig szenvedni. És 17 éves koromban bekövetkezett egy motorbaleset, ami folyamán ugye abba kellett hagynom az épp teniszt, tehát az épp sportolást, mert nem volt a lábam alkalmas arra, hogy ellássam a tenisznek a funkcióit. Egy motor és egy villanyoszlopnak a elegye okozta az én balesetemet. A sérülésem annyit kell tudni, hogy én a lábszeremon sérültem. Egészen konkrétan csak így a csontom maradt meg a lábamon, amit ugye plasztikai műtétekkel megpróbáltak a lehető legjobban körbevédeni. 16 műtét alap sikerült olyan állapotra hozni a lábamat, hogy én azt hétköznapokban tudjam használni. Amikor ugye a kórházba bekerültem, akkor igazából eszembe jutott az, hogy most mi lesz a tenisszel, de hát gyorsan körvonalazódott, hogy semmi. Utána valóban nem nagyon néztem se teniszt a tévében, nem játszottam teniszes játékokkal, ami tenisztadát láttam otthon, azt megpróbáltam lehetőleg jobban eldugni. De régebbi edzőmnek a nyomására igazából engedtem magamnak, és megnéztem ugye a kerekesszékes kosárlabdát és kerekesszékes teniszt, mint sportot. És így akkor így rájöttünk, hogy hát akkor ezzel lehet, hogy valamit lehetne kezdeni, és akkor visszakapnám újra a sportomat. Szóltam gyermekkori legjobb barátomnak, hogy mi lenne, ha együtt elkezdenénk ezzel a sporttal foglalkozni. Ő azt mondta, hogy jó, hát nézzük meg, nem ígér semmi, de vágjunk bele. És akkor Falkas Laci, ugye, aki jelen pillanatban is ugye egy magyar kerekesszékes teniszező, ő adott nekem ugye ehhez egy kerekesszéket, nagyjából így felvázolta az alapjait, illetve a Magyar Tenisz Szövetség engem kivitt Bukarestbe egy ilyen, egy ilyen felkészítő előadásra. Új világ teljesen mind a kettőnknek, kihívás volt mind a kettőnknek. Igazándiból elkezdtük az edzést, ő kiment ugye Bukarestbe, elmondta mindazt, amit ott tanult, mit látott, utána néztünk, milyen edzéseket kell csinálni. És igazándiból versenyről versenyre tanultunk, időről időre, még a mai napig is folyamatosan. Míg az épp teniszben egy nagyon-nagyon nagy szerepét vállalja a játéknak a lábmunka. Itt ugye mindent kézzel látunk el, és miután kerekesszékben ülünk, és miután a mozgásnak is van egy dinamikája, tehát itt igazából nekünk folyamatos mozgásban kell maradnunk, amíg az épp teniszezők ugye egy szögdelésekkel, ugye apró kicsi lábmozdulatokkal ezt ugye meg tudják oldani, és ugye sokkal mobilabban mozognak ugye a pályán. De most nekünk ugye ezt folyamatos mozgással kell helyettesítenünk, emiatt ugye a stratégia is más alapvetőleg a játékban. Minden szabályában azonos egyébként a kerekesszékes tenisz és az épp tenisz. Egyet leszámítva, hogy nálunk ugye az első pattanásnak ugye a pályán kell lennie, ez alapján ugye jó a labda, és a második pattanás viszont lepattanhatja a pályán belül, illetve kívül is, miután én még megüthetem a labdát, és még pontban van ugye a labda. Én a kerekesszékes teniszt azért kezdtem el, hogy kijussak a paralimpiára, és én a magyar lobogó alatt, magyar színekben ugye paralimpián képviselhessem az országot. Jelen pillanatban ez az egyetlen egy olyan ambíció, miért én kerekesszékes teniszezem. A világranglistán én 51. vagyok jelen pillanatban, és a világranglistánk az nagyjából ilyen 800 fővel rendelkezik, tehát viszonylag ugye az elejébe, úgyhogy nagyjából jelen pillanatban ide tenni magam a topjátékosnak, egyelőre még biztos nem, de majd egyszer valamikor talán esetleg. Szerintem van benne még bőven, szóval nem itt a vége. Minimum szeretnénk a 20-ba lenni, remélem a 10-be lenni. Szerintem sokkal nagyobb eredményeket fogunk tőle még látni. Amikor a kórházban feküdtem, akkor realizálódott bennem, hogy előtte milyen
képzeteim voltak bizonyos dolgokról. Az emberi kapcsolataim ugye a kórház alatt nem az, hogy megerősödtek, de jobban rájöttem arra, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, vagy ki az, aki igazából akar hozzám közelebb állni. Mikor először kijöttem a kórházból egy jó pár hét után, szerintem volt az 2 hónap is, nagyon megörültem annak, hogy tavasz volt, és ugye virágzott a természet. Nyílnak a virágok a parkban, vagy zöldelenek a fák, tehát idáig ugye ez teljesen természetes volt. Előtte ezt mondjuk nem nagyon vettem észre például. Következzen a játék. Első adásunk helyes megfejtése és a nyertes neve a képernyőn olvasható. Ha tudják, hányadik paralimpiájára készül Csonka András, akkor azt írják meg nekünk péntek délig. A kisorsolt nyertes jutalma a következő. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Jövő héten is nagyon érdekes parasportolókat hozunk el önöknek. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.